Dr. Simon László 1963-ban született Érsekújvárott, Csehszlovákiában. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd 1977 és 80 között a magyar tannyelvű gimnázium tanulója volt ugyanott. 1981-ben érettségizett a nemzetközi tanulmányokat előkészítő gimnáziumban Selmecbányán. Érdeklődése már fiatalon a természettudományok felé fordult, kémiai olimpiászokon és tanulmányi versenyeken volt országos helyezett. 1981 és 86 között a Kertészeti Egyetemen Budapesten tanult csehszlovák állami ösztöndíjasként, ahol 1984-ben tartósítóipari üzemmérnöki oklevelet, 1986-ban pedig tartósítóipari mérnöki diplomát szerzett. 1987 és 90 között az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának tudományos továbbképzési ösztöndíjasa volt. Kutató munkáját a Nyíregyházi Egyetem egyik jogelődjén végezte. 1992-ben tudományos fokozatot szerzett Budapesten, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, illetve az élelmiszeripar szaktudomány egyetemi doktora. 1992-től egy éve dolgozott kutatóként az Egyesült Államokban a Georgiai Egyetemen. 2002-ben habilitált doktori címet szerzett a Debreceni Egyetem növénytermesztési és kertészeti tudományok szakterületen. 2007-ben szerezte meg a Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos címet. Tudományterülete agrártudomány, talaj, növény, mikroelem, toxikus elem kapcsolat vizsgálata. Több mint 200 tudományos publikációja, illetve felsőoktatási tananyaga jelent meg idehaza és külföldön, merre több mint 750 független hivatkozást kapott. Előadásokat tart nemzetközi konferenciákon, szimpóziumokon, több külföldi tanulmányon vett részt. Számos kutatói, oktatói ösztöndíjat nyert el, részt vesz tudományos, kutatási és innovációs pályázatokon, oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztést végez, tudományos konferenciákat szervez. Kiterjedt lektori, bírálati és vizsgáztatási tevékenységet folytat. Tagja tudományos társaságoknak, tanácsoknak, több bizottság tagja a Nyíregyházi Egyetemen. A Nyíregyházi Egyetemen az elmúlt 30 évben végigjárta teljes oktatói ranglétrát. 10 éve egyetemi tanár, professzor. Jelenleg szakmai vezető és szakfelelős az Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszéken. Pályafutása során nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a tudását átadja a diákjainak, közel 2000 hallgatót oktatott. Munkásságát több szakmai kitüntetéssel ismerték el. Angolul és szlovákul beszélt, érti a cseh és az orosz nyelvet. Hobbija a fotózás és az akvarisztika. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt azzal, hogy itt van a mai előadásomon. Szeretnék nektek egy összefoglaló előadást tartani, aminek azt a címet adtam, egy rendkívül egyszerű címre gondoltam, hogy a növényekkel tudunk-e valamit tenni a klímaváltozás, illetve a környezetszennyezés ellen. Remélem, hogy mire az előadás végére érünk, erre megkapjátok a választ. Magamról talán annyit csak el kell mondanom, hogy évek óta talaj-növény kapcsolattal foglalkozom, itt a Nyíregyházi Egyetemen. Azon belül pedig külön érdekelnek a mikroelemek, nehézfémek. Miről is lesz szó a mai előadásaimról? Felvázolok néhány általános környezetvédelmi problémát. Ez a bőrünkön is érezzük, hogy egyik ilyen a klímaváltozás. Eljutunk oda, hogy szabad-e továbbra is ennyi szenet, meg gázt, meg egyebet elégetnünk? Tehát melyik a jobb, a fosszilis vagy a megújuló? Fogunk egy kicsit beszélni a biomasszáról, mint fogalomról? Tehát ez egy nagyon tág fogalom, de leszűkítjük majd. El fogunk jutni a lágy és fásztáró növényekhez, azon belül energetikai ültetvényekről is szeretnék beszélni, és hát a fő kérdésünkre, hogy megpróbálom megadni a választ, hogy lehet-e növényekkel bármit, vagy lehet-e tenni egyáltalán valamit a klímaváltozás és a környezetszennyezés ellen. És hát ugye itt van a részletek részlete, néhány saját kísérleti eredményt szeretnék bemutatni nektek. Szabadföldi kísérleteink is vannak, meg egyebek. És itt jönnek azok az idegen fogalmak, amit elmondok előre, hogy nem latin órán vagyunk, de nincs rá magyar kifejezés. Fitoremediáció, rizofiltráció, stabilizáció, fitoextrakció, hiperakkumuláció. Folytassam még, itt mindenki lesápod, és azt mondja, hogy akkor inkább hazamegy. De remélem, hogy ezt mind-mind meg tudom nektek válaszolni, és hát a végén összefoglaljuk, ugye, hogy milyen tudományos eredményeink vannak az úgynevezett fitoremediációval kapcsolatosan.
globális környezetvédelmi problémák. Már láttátok a választ, de hát ha nem látta mindenki. Mi az, ami legjobban fenyeget minket? Most már mindenki tud róla. A ti generációtoknak egyértelmű, nagyon-nagyon nagy kihívást fog jelenteni. Milyen környezetvédelmi problémákról hallottatok? Mi a legsúlyosabb? Valaki mondjon valamit nekem. Globális felmelegedés. Így van. Mivel függ ez össze? És most már mutatom. Széndioxid. Ugye, ha nem lenne széndioxid a levegőben, rendkívül kevés van. 1 millió atomra, vagy levegőben lévő molekulákra mindössze 400-410 egység jut. Igen ám, csak hogy ez megnőtt 40%-kal az elmúlt 150 évben. Miért nőtt meg a széndioxid tartalom ennyire? Mit hallottatok erről? Megint kérnék valamilyen tippet. Mi lehetünk ki emberek? Vagy a gépeink? Inkább az utóbbi, ugye, de leginkább az úgynevezett fosszilis energiahordozók, ezt majd mindjárt magyarázom. Ha nem lenne széndioxid a levegőben, a Földnek az átlaghőmérséklete -18 fokos lenne. Megfagynánk, ugye, mint a Marsnál, kicsit melegebb lenne talán, mert közelebb a nap. És hát akkor sorolhatnám, ugye, kiritkult az ózonpajzs, nagyon nő a népesség, túl sokan vagyunk, hát mi is mindenféle gázokat lehelünk ki nyilvánvalóan, de egy ember egy év alatt használ el annyi üzemanyag során, bocsát ki annyi széndioxidot, mint amint egy gépkocsi. Urbanizáció, élelmiszerellátás, 1,7 milliárd ember túltáplált, 800 millió ember pedig éhezik, ugye ez egy külön kérdés. Sajnos folyamatosan csökken az erdők területe, termőtalajok területe, vízhiány van, sivatagosodás, és a többi, és a többi. És eljutottunk az energiához, tehát hihetetlen igényeink vannak. Tehát gondoljunk bele, hogy mennyi gépkocsi üzemel már, 2020-ra eléri a számuk a 2 milliárdot, hát felfoghatatlan, ugye mi meg vagyunk 7,6 milliárdan. És hát nyilvánvalóan ezeket naponta meg kell tölteni, ugye tél van, most fűtünk, tehát mindenképpen energiahordozókat használunk fel. Ha végig gondoljuk az életünket, ti még fiatalok vagytok, de nyilvánvalóan ti életetek is erről szól, állandóan energiát és anyagot alakítunk át. Például az, hogy táplálkozunk. Ha nem ennénk, ugye reggelire nem ettünk volna valamit, akkor lehet, hogy 2 nap után legyöngülnék, vagy 3 nap után, ha éheznék, én sem tudnék ilyen előadást tartani. És ugyanazt csinálják a gépeink, a lakásaink, a mosógéptől kezdve a hűtőszekrény, mindenhez energia kell. Mindenhez, amit csak el tudtok képzelni. Még ahhoz, hogy is egy ilyen szemüveget legyártsunk. Tehát mindenhez energia kell. Igen ám, csak annyira megnőtt ugye a széndioxid kibocsátásunk, hogy elindult egy olyan felmelegedés, aminek reméljük nem ez lesz a vége. Ugye jégsapkák elkezdtek kiolvadni, gleccserek visszavonulnak, és ez az indiai gazda, kérdés, hogy megvan-e még szegény, tönkre ment, ugye, mert nincs csapadék, és ez összefügg a klímaváltozással. Tehát gyakorlatilag bizonyos értelemben, mindjárt kapunk itt számokat, őrült ütemben növekszik egyrészt a lakosság, itt látok egy olyan valós idejű világ statisztikát, ami becsüli azt, hogy mennyien vagyunk. Mit látok itt? Mindenféle számok hihetetlen ütemben forognak, ami azt mutatja, hogy mennyien vagyunk. Én ezeket a számokat kigyűjtöttem, és picikét számoltam. Azt láttuk, hogy körülbelül mennyien vagyunk, mennyi napenergia sugároz ránk gyakorlatilag naponta, ez egy hihetetlenül nagy szám. És ugye ennek egy kis részét tudjuk még csak hasznosítani, a nem megújuló energiaforrásokból hány megawatt energiát használtunk föl tegnap délutánig, akkor számolgattam én is, mennyi ebből a megújuló energiaforrásokból való energiafelhasználás, ez örvendetesen nő, amikor ezt 10 év először a diákjainak megmutattam, ez a szám nem 23% volt, hanem csak 3-4%. Tehát itt van előrelépés. Kérdés az, hogy lesz-e időnk úgy átállni a piszkos energiaoldozókra, a tisztákra. És itt vannak mindenféle számok, hogy még mennyi olaj van. Rengeteg van, eszméletlen sok olaj van. Most több olajat találtak az északnyugati átjáró kiolvadott Kanada fölött, mint ami Szaúd-Arábia alatt van. Szaúd-Arábia úszik az olajban, de nem szabad ekkora ütemben felhasználnunk. Nagyon meg fognak drágulni a műanyagok.
Az én édesapám, aki már nincs közöttünk, 1934-ben született, mikor kisdiák volt, azt tanították neki az iskolában, ha ilyen ütemben nő az emberiség, nem lesz miben ruházkodnunk. Len, gyapot, segítsetek még, kender és egyéb. Mindenhol ezeket kell termeszteni. Föltaláltuk a műanyagokat, ugye? Csak kevesen tudják, hogy azért nem olcsó egy pillepalack, mert kőolajból készült. A kőolaj az úrja termelődik? Ezt megint kérdezem. Tehát most a föld mélyén folyamatosan van újabb és újabb kőolajképződés? Várnám a tippeket, igen vagy nem? Nem hallottam pontosan. Rendkívül hosszú, felfoghatatlan hosszú idő, 100 000 év. Még lehet, hogy keveset mondtam. Tehát ezeket félre kell tennünk egyéb célokra, ezeket a időzőjelben fosszilis vagy piszkos energiahordozókat, és sajnos ahelyett, hogy visszatudtuk volna fogni az energiahordozók ilyen ütemű felhasználását, egyre többen vagyunk, egyre nagyobb az igényeink, és nem csökken a széndioxid kibocsátás. Elérte a 410 egységet, milliomot részt a levegőben a mennyisége. Azt mondták tudósok, okos emberek, hogy 400 milligram per liter fölött visszafordíthatatlanná válnak a folyamatok. Tudom, hogy ijeszgetek, de sajnos ez igaz, akár igaz is lehet. És hát ugye ez a jelen, és reméljük 2099-ben nem ez lesz a jövő, hogy a lakhatatlanná válik a bolygónk, ugye följönnek az óceánok, és gyakorlatilag az emberiség kultúrája végveszélybe kerül. Mégis mi lehet a megoldás akkor? Hát nyilvánvalóan ki kéne használni azokat az energiaforrásainkat, amelyek itt vannak, záporoz ránk a napenergia, csak úgy le kell nyúlnunk, és egy kis aranyrögöt föl kell vennünk az aranyhegy tetejéről. Talán emlékeztek halványan a számokra, hogy micsoda elképzelhetetlen energiamennyiség jön a Földre. Gyakorlatilag egy néhány óra alatt lejön az összes energia, amit egy évben felhasználunk. Csak ezt valahogy hasznosítani kellene tudni. Tehát megújuló energiaforrás ugye olyan közeg, természetjelenség, amiből energia nyerhető ki, de akár naponta többször is, levegő, szél, mindjárt mutatom a részleteket, de nyilvánvalóan nem jár annyi másodlagos szennyezőanyaggal, ugye? Ez sem teljesen tiszta energia, tehát hogyha egy szélkereket vagy egy turbinát legyártasz, ahhoz is energia kell meg anyag, ugye mindig ezeket alakítgatjuk, de sokkal kevesebb a halmozódó hatása. Tehát nem halmozódik fel annyi szennyezőanyag a levegőben, meg mindenhol. És hát itt vannak azok az úgynevezett megújuló energiaforrások, amelyek rendelkezésre állnak. Ugye a nap az kb. 100 000 évig fog ilyen ütemben még sugározni. Ez számunkra beláthatatlan hosszú, szerencsére. Ezt kéne hasznosítani. Itt a vízi energia, szélenergia, geotermikus energia. És a mai téma, ugye, amire én összpontosítanék, ez a biomassa. Bio, ugye valami élőre utal, massza, ugye az tömeget jelent. Most megint kérdeznék, meg tudná valaki mondani, hogy mi az, hogy biomassa? Mi a biomassa részei vagyunk? Élő anyagból vagyunk, igen. Tehát gyakorlatilag minden olyan anyag, ami biológiai eredetű, szerves anyagtömeg, ugye ezeket mi ősidők óta hasznosítjuk, a fejletlen országokban, például Indiában, egy nagyon szegény családban úgy tudnak ebédet főzni, hogy megszárítják a tehéntrágyát és elégetik. És hát gyakorlatilag minden melléktermék, hulladék, egyéb testtömeg, állatoké, embereké is akár, de inkább a növényeké, ez mind-mind biomassa. Az egész emberi élet, most már sokat szól mondom, anyag és energia átalakításonra alapul, és van nekünk egy csodálatos jelenség, amit úgy hívunk, hogy fotoszintézis, gondolom hallott róla már a csapat. Tehát a napenergiát a növények levelei ugye ilyen zöldes fényben tündökölnek, de egyébként a vörös fény nyelik el, kis antennák meg tudják fogni, és 100 egység energiából kb. 1%-ot át tudnak alakítani, mondjuk cellulózzá, megeszik a szarvasmarha, vagy cukrokká, egyebekké. Nagyon rossz a konverzió, de gyakorlatilag ezt tudjuk felhasználni. Na most milyen irányai vannak a biomassa termelésnek? Hát gyakorlatilag egy szántóföldön lehet ugye élelmiszert termelni, takarmányt termelni, ipari növényeket, emlegettem a kendert, ugye, vagy a lent, vagy a gyapotot, hogy ruhátkat is készítünk belőle. És lett egy újabb
aspektus, egy újabb nézőpont, hogy termeljünk energiát ott a szántóföldön. Kérdés az, hogy ez szabad-e, vagy nem szabad. Jelenleg a negyedik legelterjedtebb energiaforrás egyébként szerte a világon a kőolaj, szén és a földgáz után a biomassa, körülbelül 10%-át fedezi az energiánknak. Tehát biomassa, már körülbelül tudjuk, hogy miről van szó. Ránézünk Magyarország térképére, hát látjuk azt, hogy a számokat nehezen lehet látni, én elmondom, hogy általában egy hektár termőterületről olyan 30 tonna per hektár biomasszát lehet évente kiemelni, letermelni. Nagy részét megesszük, vagy az állatokkal letetjük meg. De szerencsére olyan jók az adottságaink, hogy az összes energiafelhasználásunknak kb. Egyharmadát lehetne biomassa alapon tehát hasznosítani. Ezeket a számokat csak fussátok át a szemetekkel, tehát lehetne alkoholt belőle készíteni, vagy dízel, olaj, biodízelt, vagy éppen biogázt, vagy éppen tüzelőanyagot. Tehát végülis az adottságaink nem rosszak. Na most azt mondtam, hogy egyre többen vagyunk, egyre több élelmiszer is szükséges az emberiségnek. Hol tudjuk ezt megtermeszteni? Mondjuk kis hazánkban, ugye. Végül is van rá területünk, mert megoldható az, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is vannak olyan területek, amelyek gyakorlatilag parlagon hevernek, vagy nincsenek megművelve, vagy olyan rossz ott a termés, hogy a gazda felhagyott a hasznosításával, ahol lehetne ilyen növényeket termeszteni, majd néhányat be fogok mindjárt mutatni. Vagy itt van például adott, hogy megépültek ezek az árapasztó tározók Mátészalkától mondjuk északkeletre, amelyek ugye, hála Istennek, most nincsenek használatban, tehát nincs árvíz, oda fogják beengedni a Tisza vizét, hogyha nagy a baj, ha nagy az árvíz. De hát gyakorlatilag lehetne akár ott bizonyos mennyiségű energiafüzet például termeszteni, ami szereti a vizet. Tehát vannak azért adottságaink az ártérben, olyan 22 ezer hektár, ilyen ártéri apasztókban, tározókban akár 5 ezer hektárt is meg lehetne termelni. Itt egy kicsit sok a szöveg, inkább összefoglalom, tehát ugye ez a biomassa, ez hasznosítható szilárd formában, folyékony formában, lehet belőle gáz készíteni, ugye hozzá lehet keverni a benzinhez az egyiket, a másikat a gázolajhoz. De minket igazából most az érdekel, hogy milyen fás szárú és milyen lágy szárú növényekkel lehet biomasszát előállítani. Mi a különbség a fás szárúak és a lágy szárúak között? Kérnék szépen megint egy kis segítséget. Ki tudná nekem ezt megmondani? Így van. Melyiknek jobb az égőképessége szerinted, a fásszárúaknak vagy a lágyszárúaknak? Melyik ég jobban? Fásszárú egyértelmű. Hát az akácot mindenki ismeri. Sokan azt hiszük, hogy ez őshonos magyar növény. Ugye 1635-ben írta le ezt, hogy Robin egy botanikus valahol egy botanikus kertben Franciaországban, de hát a homok hasznosítására ez felel meg. Vannak bizonyos rendelkezések, amelyek előírják, hogy akácot, éget, füzet lehet, nemes nyarakat, ilyesmit lehet termeszteni, mint fásszárú növényeket, illetve energiafüvet, nátféléket, nemes nyarat és egyebet pedig gyakorlatilag látszáruként. Hát hoztam két pecabotot, senkinek se fogom a frizuráját megpiszkálni, de azt hiszem így, én olyan 1,75 vagyok, egy kicsit már összementem, ahogy öregszem, 1,78. Tehát ez gyakorlatilag az olasznád, ami egy ilyen látszárú növény. Hát a másikat azt lehet, hogy nem veszem kézbe, de vagy mégis megemeljem. Ez magáért beszél, ez majdnem 6 méter hosszú. Nekem szeretek néha horgászni, pecázni, a spitzbotom rövidebb. Tehát képzeljétek el, hogy egy ilyen fásszárú energiafűz, mert ez egy fűzfaj, ez ilyen hosszúra képes megnőni 2-3 év alatt. Tehát azért nem véletlenül mondtam azt, hogy a hazánk alkalmas ezeknek a termesztésére. Na nézzünk még egy picit bele a részletekbe. Sokan összekeverik az újratelepítéses energetikai ültetvényeket az úgynevezett rövidvágás fordulójú ültetvényekkel. Valamennyire talán látszik az ábrán, hogy ez egy nyaras, ugye régen mondtuk, hogy papírnyár, meg egyebek. Az a lényeges különbsége, hogy ez csak 10-12 évente termelik ki. Ezzel szemben egy sarjasztatásos ültetvényt évente, de inkább 2-3 évente ki lehet termelni. Ilyennel foglalkozunk mi is, amit behoztam, ez is egy ilyen növényke. Úgynevezett rövid vágásfordulóban,
és 2-3 évente nyilvánvalóan majd megbeszéljük, hogy hogyan tudjuk őt formába hozni. Lehet rágyázni egy kicsit a kultúrát, és utána megint le lehet aprítani, le lehet pontosabban aratni. Elég jó az égőképesség és az energetikai kihozatala is. Vannak előnyei, hátrányai ezeknek az ültetvényeknek, nyilvánvalóan nem tesszük a búzaföldre, ez ugye mindenkinek világos, tehát a gazda talál egy olyan területet, ahol van elég víz, akkor ott szeret a fűz, és hát ugye egy fel kell telepíteni, az nem kevés pénz, de az többször visszajön majd, és akár 20-25 évig tud egy ilyen ültetvény egy helyben teremni, úgy, hogy nem megy tönkre teljesen, olyan különleges tulajdonságai vannak, hogy újból és újból kisarjazik. Tehát levágjuk, ilyen 15-20 cm-es magasságra, és újból ki fog sarjazzani. Ugye télen is be lehet takarítani, nagyon jó ég, tehát itt már le van szecskázva, megy az erőműbe, nagyon szeretik az erőművek, mert nagyon jó az égőképessége. Tehát pénzt hoz gyakorlatilag a gazdának. Hogyan célszerű hasznosítani? Minél közelebb legyen az erőmű, ahol ezt elégetjük. Itt éppen egy mezőgazdász végzettségű polgármestert láttok, ő beszerzett valahol a Tisza mentén, egy kis faluban, beszerzett Tiszasason egy biomassa kazánt. Ők ezzel az előbb mutatott olasz náddal kísérleteztek, és megdöbbentő volt, beszéltem vele többször, amikor elmondta, hogy 88%-kal csökkent a földgáz hasznosít, vagy a felhasználás a faluban. Kis pici faluról van szó, 1000 lelkes, és ott a központban van egy kazán, azzal fűtik az óvodát, iskolát, még talán a paplakot is. És ugyanúgy Paposon, Rozsályban, Nyírbogáton, tehát itt a megyékben is vannak már erre jó példák. Tehát itt azért nem jó ezt 100-200 kilométerre szállítani, ott termeljük meg az energiát, ahol ugye azt fel tudjuk használni. És ráadásul, ezt okos emberek kiszámolták, körülbelül 70 ezer embernek rendszeres munkát ad, vagy adna ugye a begyűjtése, tehát megtermeli a hátrányos helyzetű település az energiát, és még ráadásul ugye munkára is nevel, meg hát a tüzelőjéről ugye mindenki megdolgozik, és helyben munkát ad az embereknek. Erre is vannak jó példák már hazánkban. Na, egy kicsit akkor térjünk át a tudományra, tehát akkor mégis mire voltunk kíváncsiak, mit vizsgáltunk. Tehát itt összefoglalnám néhány percben az eredményeinket. Közel 2 hektáros fűzültetvénnyel kezdtük, ezt pontosan 10 évvel ezelőtt létesítettük. Debrecen Egyetemnek van itt egy kiváló kutatóintézete, és vele működtünk együtt. Itt látjátok ezt az úgynevezett energiafüzet, hát idézőjelben, mert ennek a rendes tudományos neve azért sokkal összetettebb. Tehát ezek szalixok, és úgy vannak kinevesítve, kinemesítve, hogy nagyon gyorsan sarjazik és nő, és optimális esetben úgy ég, mint egy barna szén, tehát a égés hője egész jó, és hát ha ilyen nagyra nőne minden példány, akkor akár 10-12 tonnát le lehetne évente termelni a területről. Persze az elég csapadék is kellene, ami azért nem nagyon van. Na most mi volt a munkánk célja? Mint említettem, ezeket az ültetvényeket 2-3 évente talra vágják. Tehát lehet az februárban is vágni, vagy befagy a talaj akár ilyenkor is. Márciusban van egy kis ablak, kell neki adni tápanyagot. Hát ha nem eszel, lefogysz, ugye? Tehát a növénynek is nem az tápanyagot, akkor előbb-utóbb az nem fog ekkorát teremni. Tehát meg kell kínálni valamivel, tehát meg kell őt etetni idézőjelbe. És hát az volt az ötletünk, hogy próbáljuk ki a műtrágyákat. Ez elég vitatható, még erre visszatérünk, hogy jó-e nekünk műtrágyával bármit csinálni ilyen ültetvényben. De hát van egy csomó úgynevezett biohulladék, például szennyvízi szap, komposzt, vagy zöld hulladék, komposzt, egyebek. Kínáljuk meg ezzel, tegyük be a talajba, aztán nézzük meg, hogy hogy viselkedik a növény. Szerencsére ezekbe, amit ugye kijutatunk, általában kevés például a kén, tehát nem lesz olyan probléma, hogy a növény majd, amikor elégetjük, akkor többet árt, mint használ. Tehát összeállítottunk egy elméletet, egy hipotézist, és akkor elkezdtünk keresgélni. Ugye az lenne az egyik legjobb, ha lenne jó istállótrágya, nincs az országban. 100 hektár ültetvényből 5 hektár tudnak rendszeresen a gazdák trágyázni, mert nincs elég haszonállatunk. Ugye marhaállomány, sertésállomány, egyebek ez lecsökkent. Hát akkor mi van? Van ugye települési szennyvízi szap, azt jó, hogyha komposztálják, Nyíregyházán is
ezt csinálják, vagy van az zöld hulladék komposzt, ugye két hetente viszik el ezeket a barna kukákat, a nyíregyháziak tudják, miről beszélek, vagy van Riói tufa hegyekben, ez egy ásványi talajjavító, van hamu, ugye, ami a fűznek a saját hamuja, és hát persze a műtrágyákat is kipróbáltuk. Tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy ezekkel lehetett tápanyagot úgy utánpótolni, hogy mindig ilyen jó teremjen a fűz. Itt látok egy ilyen térképet, ami mutatja azt, hogy itt a Vecsik Vilmos utca, itt éppen a Szennyvíztelep van, itt szemközt a Kutatóintézet, itt helyezkedik el a kísérletünk. Ezt csak fussátok végig a szemetekkel, ugye egy ilyen kísérletet úgy kell összerakni, hogy azért ott megfelelő ismétlés szám is legyen. Itt látszik maga az ültetvény, milyen szépen fejlődött a második, harmadik évre. Itt pedig látjátok azt a kísérleti sémát, amit összeraktunk. Nem kell a kicsi betűket elolvasni, nem is tudjátok, de mondjuk a narancsága parcellákból 4 van, ugye? Akkor nézzük a szürkéből is 4 van, tehát 4 különböző helyszínen szétraktuk ezeket a kezeléseket. Egy parcella körülbelül 27 négyzetméteres volt, és tavasszal ugye ezeket az anyagokat kijutattuk, különböző variációkat is állítottunk össze, például szennyvízszag komposztot hamuval együtt juttattunk ki. Eljött ugye a idézőjelben a szüret ideje, tehát diákjainkkal elkezdtük ezt betakarítani, mértük, mintákat vettünk belőle, ezt látjátok egyébként a következő diákon is, itt pedig, hogy jobban el tudjuk kézelni az egész folyamatot, tehát egy kicsit lassított film, de azért csak megy. Látjuk már azt, hogy a parcellákat először körbevágtuk, aztán utána ugye megfelelő védőfelszerelés és egyéb oktatás után megfelelő emberek ezt levágták, és sikerült ezt ugye betakarítanunk. Mintákat vettünk, és igazi kutató ugye mindig vizsgálódik, mindig kíváncsi valamire, bárhonnan nem szabad mintát venni, ez külön elő van írva, hogy hogyan, megmintáztuk a betakarított vesszőket, és megnéztük, hogy a úgynevezett makroelemek, tehát makrotápanyagok, ilyen a nitrogén is, vagy a létfontosságú mikroelemekből, illetve a toxikus mérgező elemekből mennyit vett fel a növény. És akkor egy picit az eredményeket, mégis mi történt, vagy illetve mit tapasztaltunk. Hát itt az a lényeg, hogy tartankísérletről van szó most már, tehát 2011-ben volt ez az egész összerakva, és már 7. éve megy ez a kísérlet, és hát voltak meglepetések, meg voltak egyáltalán nem meglepő dolgok. Amit itt láttok, ezeket a szép színes oszlopokat, ezek gyakorlatilag a hozamadatok. Tehát egy parcelláról, illetve 4 ismétlésben mégis mit tudtunk kitermelni. Annyit elmondok előre, hogy a kontroll egyre jobban szenvedett. Mi az, hogy kontroll? Az így van. Nagyon jól tudod, így van, nagyon jól gondolod, a viszonyítási alap. Az 2011 óta az éhezik, az nem kapott tápanyagot, tehát egyre rosszabbul érzi magát, és ennek is köszönhető, hogy meglepően nagy hozamnövekedést tapasztaltunk 5 év elteltével, ez 52-60% azért ez komoly mennyiség. Akkor, hogyha műtrágyákat juttattunk ki, de még jobban örültünk annak, hogy a biohulladékok kijutatása megdobta a hozamot. Vajon miért? Mi volt abban a zöld hulladék kompozva, vagy szennyvízszag kompozva, ami nagyon kellett a növénynek? Tápanyag, de milyen tápanyag? Visszaugrok egy kicsit. Ezek a makrotápanyagok. Sok nitrogén, sok foszfor, sok kálium, stb. Ezt szerette a növény. Nyilvánvalóan egy riói tufában ez egy ilyen vulkáni üveg, a hegyekben itt Szemplénben bányászták, nem nagyon van tápanyag, hamuban sem, az nem nagyon tetszett a növényeknek. És akkor elkezdtük az egészet kombinálgatni, ami meglepődtünk, mert volt negatív tapasztalat is. Ha megkínáltuk a növény szennyvízszag komposzttal, meg adtunk hozzá a hamut, azt mondtuk az egyikben sok a nitrogén, foszfor, másikban sok a kálium, kalcium és egyebek a hamuban, hát gondoltuk, ez jó lesz a növényeknek, nem tetszett nekik. Valószínűleg túladagoltuk, tehát túl sokat juttattuk ki. De egy a lényeg, hogy reagált többé-kevésbé minden kezelésre. Ez is eredmény egy kutatónak, tehát ez negatív hozam csökkenést okozott, negatív hatása volt a kombinált kezelés egyikének. Mi ment be a vesszőkbe, vagy mi nem ment be a vesszőkbe? Sok-sok szám, ezeket a piros nyilakat tessék figyelni. Gyakorlatilag ez egy érdekes jelenség,
Azt mondtuk, beteszük a tápanyagot 3 évente a növénynek a talajba. A növény ugye elkezdi a gyökereivel azt szépen felvenni, meg a ott lévő élőlények segítségével. Mindenféle élőlények vannak a talajban, mikrobák, és akkor majd valamit felvesz. Na, és akkor azt látjuk, ugye, hogy bármit adunk ki, műtrágyát, vagy éppen ezt a biokomposztot, vagy szennyvízszakomposztot, hát kihigultak a tápanyagok. No, de miért? Mert a kontrollhoz képest ugye egy kezelt kultúra akár ilyen magas is volt, szétoszlott a tápanyag benne. Tehát ő nem hiányolt ezt a tápanyagot, szétoszlott a magának. Több termésben jobban oszlott szét az összes tápanyag, tehát a foszfor, kálium, kalcium, magnézium, kén és társai idézőben kihigultak a kultúrákban. És annál jobban örültünk annak, hogy a mérgező elemek, arzérról biztos hallottatok már, kadmium, az egy nagyon-nagyon rákeltő anyag, nagyon kell tőle félni, vagy itt van a bocsánat, az ólom. Tehát ezek a tápanyagok is kihigultak. Ez tulajdonképpen összességében nekünk egy kedvező folyamat, eloszlott, ugye? Vett is föl valami kis szennyező anyagot a talajból, az gyakorlatilag kihigult a úgynevezett biomasszában. Milyen következtetéseket lehet ebből kivonni? Tehát el lehet helyezni ilyen ültetvényekben hulladékokat. Olyat, ami már igazából másra nem tudsz használni. Az Európai Unió már tiltja, hogy ezeket a biológiailag lebomló hulladékokat kivigyük a szeméttelepre. Vigyük ilyen ültetvényekbe, kínáljuk meg a növényt 2-3 évente, aztán majd csinál vele valamit, el tudjuk őket tulajdonképpen távolítani. És ami ugye egyértelmű, hogy mivel nagyobb a termés, ezek szétoszlanak, ezek a tápanyagok, ezek a toxikus elemek is ugye a növényi biomasszában. És mivel elégetjük, ugye a hamuval is kell valamit tudnunk tenni, kötelező visszaoldani a gazdáknak a szántóföldjükre, de szerencsére sem az azén, sem a bárium, sem a kadmium, sem az ólom nem volt számottevő mennyiségben jelen a kultúrákban, mármint a fahamuban. Ezt is megmértük. És hát egyértelmű, hogy műtrágyák mellett szerves hulladékokat és egyéb melléktermékeket is lehet ilyen célra hasznosítani. Berakom a talajba, ott különösebben bajt nem csinál, tápanyagokat felszik a növények, több energiát tudunk termelni, ha elégetjük a biomasszát. Tehát jön a következő nagy kérdés, hogy azt mondtuk, hogy mindenféle környezeti problémák alakultak ki. Állandóan anyagot, energiát alakítunk át egész életünk során. Hát részben ettől érezzük jó magunkat, ugye tele vagyunk mindenféle kütyümütyükkel, meg egyébbel. Utazgatunk sokat, meg ugye nyilvánvalóan egy társadalomban élünk. Csak hogy eléggé sok másodlagos, harmadlagos, sőt elsődleges szennyezőanyagot bocsájtunk ki. Hogy ne hozzak túl messziről példát, ugye itt a talaj szennyeződés fogalmát elolvassátok majd a diákon. Akadémikus, Németh Tamás akadémikus úr megállapította csapatával, hogy körülbelül minden 3x3 kilométeres zónában Magyarországon van legalább egy szennyezett terület. Van, ahol több. Néhányan ismerősök vagytok Kálóseményben. Amit itt láttok, ez egy olyan kis konyhakert volt, aminek a közvetlen közelében, a nevét ugye nem mondom, de ez a cég 30 éve megszűnt, egy bútor alkatrészeket nikkelező, vagy ilyen fémbevonattal ellátó üzem működött. Annyira trehány módon kezelték a szocializmus éveiben a hulladékokat, hogy képzeljétek el, hogy elásták a mellékterméket, pontosabban a hulladékot, a galváni szapot, és én itt a hallgatóimmal kimentem jó pár évvel ezelőtt, és vettünk talajmintákat, és elképesztő mennyiségű nehézfémet találtunk. Az egy ugye szennyező anyagcsoport a talajban. Tehát sajnos mi sem vagyunk kivételek, ez szerte a világon így van, tehát itt Nyíregyházán is 2-3 olyan rejtett helyet tudok, ahol a föld mélyén el vannak ásva, el vannak szikkasztva, tüntetve szennyezők. És hát felmerül a kérdés, hogy miért baj ez nekünk? Azért, mert a nehézfémek többek között, de bármilyen más szennyezőanyag előbb-utóbb minket, embereket fog fenyegetni. Tehát látszólag úgy szétszórom, ugye az őseink azt gondolták, hogy mindenki kell engedni a levegőbe, majd a talaj elszikkasztja, meg a vízbe be kell engedni, csak senki sem gondolta arra, hogy ennyi gyár lesz, meg ennyi gépkocsi lesz, meg ennyi háztartás. Aztán ott tartunk, hogy lassan minden elszennyeződött, és számunkra a talaj azért nagyon fontos, mert a legeslegfontosabb tulajdonsága, hogy
Na ezt most megkérdezem. Mezőgazdászok biztos tudják. Mi a legfontosabb funkciója a talajnak? Mert sok-sokféle funkciója van. Az, hogy termékeny. Tehát ezen termeljük az élelmiszernövényeket. Ha megmérgezzük a talajt, akkor az nem lesz termékeny, tehát elpusztulnak a rajta lévő élőlények, többek között a haszonnövényeink. Most van itt egy fogalom, amit egy kicsit helyre kéne rakni, nehéz fémek. Hát minden fém ugye tulajdonképpen nehéz, egy ólom golyó, vagy nem tudom micsoda, vasdarab rásik a lábadra, két hétig sántikálsz. Vannak könnyű fémek, ugye alumínium, magnézium, szkandium, meg a titán, ezekből készítik a repülőket, ugye? Tehát egy kicsit olyan fals ez a fogalom, megmondom miért, mert nem az számít, hogy nehéz vagy nem nehéz, hanem mérgező rád, meg a élőlényekre, meg a növényekre, meg az állatokra, vagy nem mérgező. Egyébként mindenféle fémekre van szükségünk, kadmium, cink, nikkel, króm és társai, mindenhol ott van, a kamerától kezdve ugye a laptopban. Az a baj, hogy szétszórjuk most már mindenhol őket. Egy icipici mennyiségben ott vannak a talajokban is sajnos, és előbb-utóbb ez visszarúg. Tehát egyszerűen rákot kapunk, megmérgeződünk, mindenféle gondunk lesz, hogyha ilyen talajon mondjuk növényeket termesztünk. És felmerül a kérdés, hogy jó, oké, szétszóródik, ott van káros emélyben, mégis mit lehet vele csinálni? Most jönnek a latin fogalmak, ugye a latin tanfolyam indul. Remediálni kell, én is megnéztem a szótárba, ez egy alig 15 éves fogalom, meg kell gyógyítani, orvosolni kell a talajokat. Lehetőleg úgy, hogy a talaj azért valahogy megmaradjon, mert az nem olyan, hogyha elégetjük, mert van ilyen, hogy fogod a talaj, kiásod, azt elégeted, aztán mit tudsz már vele csinálni, ha soha többet növényt nem lehet termeszteni. Tehát tulajdonképpen legtöbb esetben, itt látok egy ilyen szabadföldi nagy remediációs kísérletet valahol az Egyesült Államokban, tulajdonképpen a legjobb az, hogyha valahogy közömbösíteni tudod ezeket a fémeket, maradjon ott a talajba, csak ne bántson minket. Na, ezekre kerestük mi a válaszokat, és szeretnék néhány ilyen eredményt bemutatni. Tehát egy kb. Olyan 30 éve kialakult a fitoremediáció fogalma. Fito, ha felnézzel, növényt jelent görög szó. Remediáció, ugye gyógyítás helyrehozatát jelent. Tehát én személyesen ismerem, és meg is említem már a nevét, Rufus Cheney urat, aki az Egyesült Államokban már 1978-ban bevezette ezt a fogalmat zöld remediáció néven, aztán lett belőle fitoremediáció. Hozzuk rendbe a talajt a növényekkel. Hát azok úgyis ott vannak a talajban, ugye a gyökereik. Kérdés, hogy most mit csinálnak a szennyező anyagokkal. És hát röviden összefoglalnék a sok-sok kialakult technikából, technológiából hármat. Beszélünk fitoextrakcióról, újra sok latin név lesz itt meg görög. Fitostabilizációról, fito vagy rizofiltrációról, fokozzuk az örömöket, fitovolatizáció, fitodegradáció, tovább nem mondok csúnyákat. Van ilyen. Na nézzük meg a részleteket. Még annyit, hogy visszaugrok egy kicsit, hogy erről írtam kimondani sok 14 éve ezelőtt egy ilyen monográfiát, fitoremediáció címen, ezt le tudjátok az egyetem honlapjáról tölteni, tehát akit érdekel, ezt ingyen bele mehet a részletekbe. Na nézzük akkor, miről van itt szó. Tehát tulajdonképpen a fitoremediáció során növényeket hasznosítunk olyan célból, hogy valahol a talajban ott lévő fémeket, meg mindenféle szerves anyagokat vagy lebontsák, vagy felvegyék, vagy a levegőbe küldjék, vagy kicsapják. Tehát felmerül a kérdés, hogy akarják ezt a növények. Most kérdezem, jó ez a növényeknek, hogy méreg van a talajban? Nem feltétlenül, ugye? Tehát nem biztos, hogy jó ez nekik, de vannak olyan különleges fajok, amelyekhez hozzászoktak, majd ezt is elmondom, hogy melyek ezek. Tehát vannak itt előnyei, a talaj nem megy tönkre, ott a helyszínen lehet kivitelezni, azért hátrányos is vannak, nagyon időigényes folyamat, viszont sokkal olcsóbb, mint elégetni a talajt, vagy kimosni a talajt, vagy egyéb folyamatokat végezni. És hát ezek a növénykék, ezek kézzelábbal tiltakoznak nekik, eszük ágába sincs felvenni minden szennyezőanyagot, hát bolond lenne, azt ő is megmérkeződne, ugye? Tehát különleges növények képesség csak erre, ezt előre el kell mondanom, vagy szegényeket rá kell kényszeríteni, hogy felvegyék ezeket a mérgező anyagokat.
És összességében ugye eltelt 20-30 év, amerikaiak mindent befolgatnak a gyakorlatba, hogy mérsékelten szennyezett talajokat tudnak így, ipari szennyvizeket, felszíni vizeket tudnak így gyakorlatilag megtisztítani, többé-kevésbé azt azért hozzá kell tenni. Fitoextrakció. Fito növény, extrakció, kivonás. Olyan egyszerűnek tűnik. Tegyél rá a talajra, a szennyezett talajra egy olyan növényt, ami nem betegszik meg a nehéz szémtől. Eltelik egy bizonyos idő, szedd ki gyakorlatilag a növényt, mondjuk vágd el, utána komposztáld, vagy gyakorlatilag dolgozd fel, és picit megtisztítottad a talajt. Nagyon egyszerűnek hangzik. Na most bármilyen növényel ezt nem lehet tulajdonképpen megtenni. Egyrészt vannak úgynevezett passzív, tehát elszenvedő fitoextrakciót végző növények. Ezek általában nagyon nagyra nőnek, előmutattam a füzet, ilyen a nád is, vagy ilyen a cirokfélék többek között. És itt mutatnám be azt a kísérletünket, ami gyakorlatilag idén indult. Itt Debrecen környékén van egy, a repülőtérhez közel egy olyan hatalmas terület, ahol Debrecen szennyvizét egyszerűen elszikasztották. Nem kezelték, ez volt a múlt, 1960-as évekig ott elszikasztották a szennyvizet, és egyik kollégámat idézem, a Jézuskától a gépuskáig minden ott van a talajban. Úgyhogy ne tudjátok meg, hogy mi minden van ott. Rátettünk cirokféléket, hihetetlen asszája volt idén, tehát ezt is el kell mondanom, meg olasz nádat, amit már az előbb mutattam. Egyelőre megvannak a kultúrák, illetve a cirkot már betakarítottuk, és várjuk azt, hogy mit vesz föl a talajból. Nem kell, hogy mindent felvegyen, hanem az emberi egészséget, fenyegető mennyiséget vegyék föl ezek a növények. Tehát ez a passzív, tehát ilyen lassú, meg ilyen elszenvedő fitoextrakció a növényeknek. Amit fölvesz, fölvesz, amit nem, az meg ott marad a talajban. És hát ugye, hogy érdekesebb legyen, megmozgatjuk ezeket a képeket, hát itt látjuk, hogy a cirokféléket hogyan takarítottuk be. Húhajti hang is van hozzá. Hogyan takarítottuk be az elmúlt hónapban, valamikor októberben. Tehát itt nagyra nő a növény, valamennyit fölvesz, de legalább ott a talajban, ami ott van, az nem mozog. Tehát legalább kicsapja a gyökerével, meg ilyesmiket csinál. Most vannak viszont olyan csodanövények, körülbelül egy olyan, lehet belőle körülbelül egy olyan 180 növényfaj szerte a világon, amelyek teljesen másképp viselkednek. Bármilyen meglepő, hiperakkumulációra képesek, hiper az a valami fölötti, ugye, hipermarket meg egyebek, innen ismertek a szót, akkumuláció összegyűjtés, tehát nem, hogy megbetegszik a nehéz fémektől, hanem folyamatosan fejlődik, és egyre többet és többet vesz fel. Úgy alakult, hogy osztrák sógorokkal ugye együttműködve, itt látjuk, hogy gyűjtögetjük valahogy Szlovéniába ezeket a növénykéket, az osztrák tarsókát sikerült ide Nyíregyházára is elhoznunk. Ez az a csoda növény, amely 10 000, illetve ez 1 000, de cinkből 10 000 egységet fel tud venni, tehát milliomod részt, anélkül, hogy megbetegedne, és fogtuk ezt a kálosemlényi talajt, megkezeltük mindenféle nehézszémekkel, nikkellel és krómmal, tenyészedényekbe ültettük a növényeket, majd 3 hónap után kiszedtük a növényeket, megdöbbentük, hogy mekkora gyökérzete van. De azon még jobban megdöbbentünk, hogy ugye 1000 mg per kilogrammnál, vagy 1000 mikrogram per grammnál már hiperakkumulációról beszélünk, és itt Nyíregyházán is, ilyen kis edénykében ez felvett 830 egységet. Tehát működik a dolog, nem betegedett meg, teljesen zöld a levele, ugye mindenki látja valamennyire. Tehát köszönöm szépen, jó van, fölvette a nikkelt, miért jó ez nekünk? Képzeljétek el, hogy iparág lett belőle, Albániában termesztenek ternyét, az egy hasonló növény, viszik Franciaországba, feldolgozzák, és már visszanyerik a nikkelt belőle, olyan drága a nikkel most már. Fitobányászatnak hívják, tehát növény gyökerekkel tudják tisztítani, vagy növényekkel a talajt. A lényeget nem mondtam, hogy nem a gyökerében csapja ki, mint az előző növények a fémeket, fölviszi a hajtásába. Egy a gáz, bocsánat, hogy így mondom, egy a probléma, hogy ekkora a növény, túl kicsi. Na most akkor felmerül a kérdés, hogy mégis összességében mennyit fog felvenni.
És akkor itt van egy, megint egy érdekes dolog, indukált, előidézett fitoextrakció, tehát rá kényszerítem a növényt, hogy vegye föl a nehéz fémeket. Ki esze ágába sincs fölvenni, ő védekezik, a gyökerébe kicsapja. Itt látok egy ilyen grafikont, amit hirtelen megugrik, tehát nagyra növő növényeket alkalmazok, lehet ez nádis vagy fűz, amit az előbb láttatok, és amikor már elég nagy, ott van a fém a talajban, adok neki olyan anyagokat, citromsavat, ugye? Talán teádba is teszel citromlevet, ismered, vagy ettát, ez egy ilyen kelátképző, ilyen szerves anyag, ami megfogja a fémeket, vízoldhatóvá teszi, és felnyomja a növényekbe. Gyakorlatilag mit tapasztaltunk a kis tenyészedényeinkben? Életem egyik legnagyobb kutatási élménye volt, egy pénteki napon beöntöztük ezeket a krommal szennyezett tenyészedények talaját, beöntöztük pikolinsavval, ez egy ilyen vöröses anyag, pontosabban krompikolinnáttal, és hétfőre a növények elpusztultak. Szó szerint azt kiabáltam, mint a görög filozófus, hogy heuréka, megtaláltuk, működik a dolog. Miért örültünk annak, hogy elpusztultak a növények? Mert megduplázódott tehát három nap alatt a hétvégén, megduplázódott a felvett kromtartalom, és tulajdonképpen benyomtuk a növényekbe a krómot, azt egyébként elég nehezen veszik fel a növények. Tehát ez egy rákényszerített mobilizáció a növényre, ő nem szeretné felvenni, de mégis rákényszerítjük, és ezt aztán megint össze lehet gyűjteni, aztán lehet vele valamit kezdeni. Még két dologról szeretnék beszélni, az egyik a fitostabilizáció, a másik pedig a fitofiltráció vagy rizofiltráció. Latin tanfolyam a végén mindenki ezeket fogja érteni, tudni. Mi a fitostabilizáció lényege? Pistike éppen homokozik egy szennyezett területnek a szélén, a mamája nem szeretné, hogy enyhe kadmium mérgezést kapjon. Mit lehet csinálni? Nyilvánvalóan nem maszkba fogsz homokozni, be kell keverni valamit a talajba, mondjuk az olmot mindenki ismeri, hallott róla, ugye egy kis meszet kell odaadni, vagy még jobb a foszfátot, az ott kicsapódik. Tehát ezeket az anyagokat itt a talajban kicsapjuk, és utána a növényeket telepítünk rá. Tehát mi itt a filozófia, mi az alapelv? Hogy nem kell az, hogy a növény felvegye. Legjobb lenne, hogy örökké jó kis hűvös terület lenne a szennyezett terület helyén. Csapjuk ki a mérgező anyagokat, meg tegyünk rá a növényt. Mit tapasztaltunk, amikor ezt az élőbe kipróbáltuk? Gyöngyös-Oroszlyban volt egy cinkbánya, onnan hoztunk ilyen meddőkőzetet, ilyen sárgás anyagot. Ezt gyakorlatilag összekevertük mésszel, az előbb említett zeolittal, illetve egyéb agyagásvánnyal, szennyvízzel, komposzttal. Tehát kezdtük a növényeket helyzetbe hozni. Kezdtük egy kicsit a talajt ugye ott stabilizálni. Annyit, hogy ez egy rendkívül savanyú anyag, próbáltuk önmagába rátenni a vörös csenkeszt, egy fűférét, nem nőtt rajta, tehát így néztek ki a kontroll kultúrák. Ha kapott egy kis meszet, már jobban érezte magát, ha kapott még egy kis foszfort a szennyvízzel, komposztból, meg mindenféle agyagásványt, akkor egészen jó nézett ki, és még ilyen gyökérgombákat is rá tudtunk telepíteni, úgynevezett mikorizza gombákat a gyökerekre. És működött a dolog. Az ott a mondani tévhásnál, hogy lehet, hogy ott nekem is a hajzatom már körülbelül ennyi, de volt, kinőtt ugye a fű, és egy ideig ugye ez ott szépen el volt. Tehát működött a dolog, kipróbáltuk, ugye leközöltük külföldön, és elég sokan felfigyeltek ezekre az eredményeinkre. És végül pedig még egy érdekes dolgot hagy mondjak el, hogy mi az a rizofiltráció vagy fitofiltráció? A növényi gyökerek bármilyen meglepő, enyhén negatív töltéssel rendelkeznek. Olyan anyagok vannak a gyökerek felszínén, amelyek negatív töltésű, a kémiából ezt remélem tanultátok. Na most felmerül a kérdés, hogy miért jó ez nekünk. Azért, mert a legtöbb nehéz fém az Pb2+, ugye? Tehát két vegyértékű ólom, vagy három vegyértékű, 3+, ugye a króm. Vagy a kadmium, ami nagyon mérgező, két vegyértékű. Ez nyerő, ugye? A gyökér negatív töltésű, amit a vízből el akarunk távolítani, az pozitív töltésű. Neveljünk
növényeket, aminek jó nagy a gyökere, mindjárt mutatok ilyet, úsztassuk rá a szennyvízre, jó sokat belőle, és az szépen lassan felveszi a gyökereivel a nehézfémeket, és utána emeljük ki ezt, és utána szárítsuk meg, és hasznosítsuk ezeket a növénygyökereket. Milyen kísérletet végeztünk a Biológiai Intézettel együttműködve, jó pár évvel ezelőtt, tököt neveltünk tápolatban, jó nagy gyökere lett, és rátettünk olyan talajlakó mikrobákat, amelyek még jobban megnövelték a gyökereknek a fajlagos felületét. És hihetetlen, hogy a mesterségesen elszennyezett vízből milyen sok kadmiumot volt képes két nap alatt eltávolítani a növény. Tehát több mint a fele az bekerült a gyökerekbe. Kiemeltük, ugye megszállítottuk, megvizsgáltuk. Tehát ez ipari szennyvizek tisztítására alkalmas leginkább. Ezt is már a gyakorlatban végzik néhány országban. De egészen meglepő dolgokat is hallottam, vagy olvastam. Ledarálják a faleveleket, egy ipari szennyvízbe belelapátolják, hagyják, hogy ott valami történjen, kiszedik, és benne van a kadmium, a nehézfém. Ez egy jó, olcsó módszer. Tehát rengeteg ilyen egyszerű, ugye, biomasszára alapozott tisztítás is létezik. Hát elértem a mondani való végére. Kicsit foglaljuk össze akkor a sugallatomat. Remélem a legközelebb ilyen nyálfákat láttok valahol, ugye itt a városban, vagy akár az utaitok során, akkor jusson eszetekbe, hogy milyen hasznosak ezek az élőlények. Tehát elmondhatjuk róluk, hogy egyrészt energiát adnak nekünk, nyilvánvalóan meleget, ugye, vagy akár ipari célra alkalmas energia hordozó is lehet. Egy dolgot még, egy fontos dolgot nem mondtam, hogy amikor rajta van a levél, akkor oxigént termelnek, az meg létfontosságú számunkra. Gyakorlatilag akár hulladékokkal is lehet őket táplálni, tehát lehet nekik olyan anyagokat kínálni, amelyek persze a talajt azért ne tegyék tönkre, amelyek serkentik a hozamukat. És ami még fontosabb talán, hogy bizonyos toxikus elemeket, sőt szerves mikroszennyezőket és szerves hulladékokat is, illetve szennyezőket is, több-kevesebb mennyiséget képesek felvenni a talajból, sőt a vízből is. Ezenek azért sok a korláta, de valami azért van. Nyilvánvalóan itt még nagyon-nagyon sok dolgot meg kell oldani a kutatóknak, okos embereknek. És hát büszkén mondom el nektek, hogy én ebbe a tudományágba egy 20 éve be tudtam kapcsolódni, és talán elhiszitek nekem, hogy Nyíregyházán is tudtunk olyan eredményeket itt a Nyíregyházi Egyetemen, ahova nagy szeretettel várunk benneteket majd tovább tanulni. Tehát tudtunk olyan eredményeket, amire a világ többi tudósa is felfigyelt, több százan idézik ezeket a munkáinkat, és hát nyilvánvalóan ennek valahol hasznosulna is kell a gyakorlatban. Kérdés az, hogy lesz elég időnk ugye ezt a rengeteg környezeti problémát rendbehozni, de itt a ti generációtok, nektek lesz az a feladatotok többek között, hogy a múlt örökségét valahogy felszámoljátok és megoldást találjatok. Végül pedig egy tisztem maradt, hogy megemlékezzek azokról, akik nélkül ezt a rengeteg munkát nem tudtuk volna kivitelezni. A Nyíregyházi Egyetemnek köszönhetek nagyon sokat, tudománystanács támogatta többször a munkáinkat. Kollégáimat hagy emeljem ki, név szerint is hagy említsem meg őket, Irinné Olák Katalin, Úri Zsuzsanna, Víg Szabolcs, Vince György kollégámat külön kiemelném, de még nagyon sokan segítettek. És hát nyilvánvalóan a hallgatók, akik itt vannak részben, ugye most is be vannak fogva, majd a napokban megint fogunk együtt dolgozni a kísérleteken, és hát volt azért szponzorunk is, tehát a Nitrogénművek is szponzorálta a munkánkat, illetve a Nyíregyházi Egyetem, pontosabban a Debrecen Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézete a szabadföldi kísérletek egy részének helyt adott. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! A műsor a Nyíregyházi Egyetem szakmai támogatásával valósult meg. Nyíregyházi Egyetem. Generációk tudása. Generációk óta. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.